Gólokban gazdag mérkőzést kívánok, és sok szeretettel köszöntöm az M4 Sport nézőt. Ha úgy tetszik, akkor a szombat délutáni ebédet követően desszertként föltaláljuk önöknek a Paksi FC és a Puskás Akadémia FC mérkőzését. Knezevics kist választja, középen két sárga mezes. Jól jön be a labda, óriási védés az is Hegedűstől. 12. perc, a találkozó első szögletrugása. Bognár Teker, és bizony, hogy megzavarták Tóth Kapust. Vezet a Paks. Hán János, a gólkirály jelölt. Én néztem be elsőre. Hán 6. bajnoki gólját szerzi. Bognár tekerését követően Hán szerezte meg a vezetést a hazaiaknak. Hasonló a módszer, Tóth nem ismerte fogni. Balog, jobbal. És bepattam még, úgy gól. Hán János megnézte magának, és Hán ugyan le sem volt, de Felcsútiról vágódik le. 19. perc, kéttagú vendégsorfal, Bertus Teker, újabb gól! 3-0, 3 pontrugás, és 3-0-ra vezet a paksi csapat. Bertusivel középre, Hán János pedig nagyjából másfél méterről bebólintja. Baluca mehet. Egy az egyben. Baluca. Baluca! Gól! Hátrálnak folyamatosan Lenzsérék. Ezt köszönte meg gyakorlatilag Baluca, és aztán szép mozdulattal kirúgta a bal alsót. Mellette Knezevics kéri. Kapja is aztán. De középre Hegedűs elvéti. Óriási mentés! Bármi. Ilyesmire figyelni kell. Minden esetre Sajbán mehet, most Sajbán nem éri el. Bognár csap most le a labdára. Szabó ellövi. Második ízben nem, inkább beadja. Beközépre Hán, mester négyes. Szabó nem lövi el, átível a hosszú oldalra. Ez nem lesz. Hát, határeset megint csak, hogy Hán hol helyezkedik. Azt kell, hogy mondjam. Minden esetre maga a kivitelezés, az tökéletes. Haraszti külsővel kidobja Bognárnak, ez sem lesz. Bognár középen ott van Hán, Bognár egyedül, ez is gól! 5-1! És a csereként beállt Haraszti adja a gólpaszt. Ez egy remek meglátás. Hán spurizott középen, Bognár azonban egymaga vállalta ezt be. Pont úgy félmagasan, hogy Tóth Balázs ne tudja kiütni. Mánce egy az egyben, Böde visszahúzta a lábát. Mánce teszi be középre. Úgy lehet lőni Plüssek. Bognár György lecseréli fiát Bognár Istvánt, aki az 5. paksi találatot szerezte ezen a mérkőzésen. Az ő helyére pedig érkezik 16-ossal, azaz Ádám Martin, aki tegnap, azaz november 6-án ünnepelte 26. születésnapját. Szépen tartja meg, és aztán jól indítja Harasztét. A túloldalon teljesen üresen ott van Balog. Haraszti inkább egy az egyet választja. A kényszerítő kiváló. Haraszti, nagy játék! Ádám Martin is gólt szerez. Parád és a kényszerítő, lesről szó sincs, Haraszti pedig begurítja tényleg, mintha csak az edzésen lennének. A 3 cserejátékos hozza össze a 6. paksi találatot. K.O. Tóth. Szabó feli vissza, és nincs lese Haraszti. Haraszti elviszi a kapus mellett, üres, Haraszti nem tudja berúgni. Volt egy védése még a meccs elején, és azóta csak kiszedegeti. Sikerül még tovább vinni, Mance, az is bent van. 6-2. Mance szépít a 85. percben. Némi szerencsével pattant hozzá a labda, de nem volt les, mert Böde beragadt, és aztán egyébként borzasztó szép gólt lőtt, védhetetlenül a jobb felsőbe.